Több területet is visszafoglalt az orosz erőktől az ukrán hadsereg. Hivatalos jelentésük szerint 6 orosz repülőgépet, egy helikoptert, valamint drónokat és robotrepülőket lőttek le az elmúlt 24 órában. Az orosz hadsereg pedig azt közölte, hogy az elmúlt napon 97 ukrán katonai létesítményt semmisítettek meg, valamint tankokat és páncélozott járműveket lőttek ki. A Rahói Városi Tanács szerint egy 24 éves kárpátaljai magyar fiatal is életét vesztette a harcokban. Még mindig lángolnak ennek a lebombázott kijevi háznak a romjai. A helyi polgármester szerint a támadások több mint 260 civil életét követelték, és több mint 300-an megsebesültek. A fővárosban több mint 80 épület pusztult el. A Rahói Városi Tanács tájékoztatása szerint egy 24 éves kárpátaljai magyar fiatal is életét vesztette a harcokban Kijev közelében. Az ukrán hadserege közben azt közölte, hogy a fővárostól nyugatra fekvő Makariv városát visszafoglalták. Északról Jutis közelében nagy csata folyik a hivatalos források szerint. Az ukrán katonák kezében van Makariv városa és Irpin nagy része, jelentette ki Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. Az amerikai védelmi minisztérium szerint is egyre több helyen fordultak támadásba az ukrán hadsereg műveletei az ország déli részén is. Úgy látjuk, hogy megpróbálják visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket az oroszok elfoglaltak. Az orosz erők nagy veszteségek árán sem érték el a stratégiai céljaikat, az ukránok nagyon keményen védekeznek, mondta a Pentagon szóvivője. Az orosz védelmi minisztérium eközben azt közölte, hogy precíziós rakétákkal kilőttek egy ukrán fegyverraktárt az északnyugati Rivne városánál. A Donyecki régióban fekvő Mariupolban szinte teljesen használhatatlanná vált a város repülőtere az orosz rakétatámadások miatt. Az Azovi tengerpartján fekvő kikötővárosban jelentős károk keletkeztek a lakóházakban és a gyárépületekben. Az ukrán elnök elmondta, hogy kedden több mint 7000 ember tudott elmenekülni, ugyanakkor 100 000 civil a városban rekedt. A háborúban nincs győzelem, hanem minden elvész. Imádkozzunk azért, hogy a vezetők megértsék, hogy nem a fegyvervásárlás és a fegyvergyártás a megoldás a problémára. Az a megoldás, hogy együtt dolgozunk a békéért, és ahogy a Biblia mondja, a fegyvereinket a béke eszközeivé alakítjuk. Ezt már Ferenc pápa mondta a vatikáni általános audienciáján. Lengyelország eközben bejelentette, hogy 45 orosz diplomatát utasít ki az országából az ukrajnai háború miatt.